Daniel Zondarabját egy tuba és négy kürt előadásában hallgathatta a Csengei Dénes Kulturális Központ közönsége augusztus 22-én a 7. Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivál nyitó koncertjén. A darabban közreműködött Kovács Zalán László, a fesztivál igazgatója is, aki elmondta, a háború okozta nehézségek ellenére idén is sikerült megszervezni a rangos nemzetközi fesztivált. Ebben az évben 15 országból jöttek közénk fellépők, illetve a hagyományos táborokra, amelyek valójában workshop mesterkurzusok, tehát nem a kisgyerekeknek való szabadidős tábor, hanem akár kisgyerekeknek, de felnőtt emberek is azért jönnek el ide, mert itt olyan komoly szakmai műhelyi munka folyik, amellyel aztán a diplomás nagybetű zeneművész életre lehet majd felkészülni. A fesztivál és a fúvós tábor 7 napja alatt számos kurzuson, házi versenyen vehet részt a tábor mintegy 150 résztvevője. Koncerteket és kulturális programokat tartanak Kalocsán, Dunaföldváron, Madocsán, Gerjenben, Dunaszentgyörgyön, de a rendezvények központja most is Paks lesz. A fesztivál igazgató szerint a város már a kezdetektől szívesen fogadta a zenei eseményt. Olyan szeretet, olyan vendéglátást kaptunk itt, olyan szíves fogadtatást, ahol éreztem, hogy Pakson otthon vagyok az első alkalommal is már. És a közönségtől is ugyanezt tapasztaltuk, ez viszont már marasztalta a fesztivált, hiszen a tábort, a legelső, a tubásokra épülő tábort úgy hirdettük meg, hogy már koncertekkel, már fesztivál jelleggel 2016-ban, és a közönség az elkezdett jönni. A közönség a nyitókoncerten is megtöltötte a Kulturális Központ színház termét. Szólistaként közreműködött Kovács Zalán László mellett Klenyán Csaba, valamint Kisgyé László is, aki erdélyi dallamokat játszott tárogatón. A koncert vendége a Paksvárosi Vegyeskar volt. A Vegyeskar karnagya szerint a felkérés megtiszteltetés volt számukra. Nagyon jó érzése jöttünk, tehát most így, hogy június végén abba hagytuk a szezonunkat egy nagy volumenű 45 éves gálakoncerttel. Ez a kérés hirtelen jött, 2 hete szóltak a szervezők, és mi ezek örömmel igen mondtunk. A jubileumi koncerten is elhangzott művekből adott ízelítőt a Fúvós Fesztivál közönségének a Vegyeskar. A fesztivál programjai egészen augusztus 28-áig folytatódnak. A fesztivál fővédnöke Süli János, a külgazdasági és külügyminisztérium paksi beruházásért felelős államtitkára.